Egyházunk Jézus Krisztusra, föltámadottra alapítja az életét, és minden egyházmegyének vannak olyan kiváló szentjei, akik Krisztus szeretetéért életüket áldozták, és példaként állnak előttünk. Így a Veszprémi Főegyházmegyében is nagy örömmel adunk hálát Boldog Gizelláért. Bár az egyházmegyének a kiemelkedő védőszentje Szent Anna, mégis egyház történelmünkben, magyar egyház történelmében kiemelkedő jelentőséggel bír Boldog Gizellának a személye, és mindaz, amit ő magyar népünkért, magyar egyházunkért tett. Ezt szeretnénk megköszönni az ő ünnepében, ezt szeretnénk megköszönni, és szeretnénk buzdulni az ő hitén példája láttán. Ha az életéből néhány rövid eseményt emelünk ki, akár az, hogy vállalja a szolgálatot idegenbe szakadva, vállalja egy nép megtérésénél a segítő szolgálatot, és önmaga is saját családjában mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermekek boldogan és Krisztust ismerve akarják népüket szolgálni. Így az ő szolgálata népeket is összekapcsol. Népek számára készít jövőt, és éppen egy kiváló példája annak, hogy a Krisztus ismeret által mindenki az lehet, akinek az Isten megteremtette. Nyelvben, kultúrában, szokásban, hagyományban, mert az egyházban, a Szentlélek erejében ezt a szabadságot elnyerjük. És ez számunkra nem különbözőséget jelent, hanem éppen egységet, éppen sokszínűséget. Ezt szeretnénk ünnepelni, és azt az erőt formáló közösséget, amit a család, a magyar szent család jelent számunkra. Hiszen amikor Boldog Gizellára emlékezünk, akkor emlékezünk és kérjük is Szent István közbenjárását, és kérjük Szent Imrének hathatós közbenjárását. Így szeretnénk ünnepelni, még akkor is, hogyha ebben az esztendőben nem a megszokott módon tudjuk ezt megtenni. De ezek a megváltozott körülmények abban segítenek, hogy családjaink körében tudjuk szentjeink példáit megvalósítani, és példaként állítani egymás elé. Kívánom testvéreknek, hogy családjaink körében vegyünk példát előttünk járó szentekről, hogy mi magunk is szent példaként tudjunk állni az utánunk jövő generáció előtt.